A harmadik évében járó program Szombathely után most Nagykanizsára érkezik a nyáron. Ezzel a szervezők sorába lép a zeneiskola, mely egyben a kurzusok helyszíne is lesz. Ez a tábor arról szól is, a mesterkurzus, hogy 12-től 26 éves korig várjuk azokat a jelentkezőket, akik zongora vagy a zongora tanári vagy zongoristai pályán gondolják az életüket majd folytatni. Tehát nem csak egy sima zeneiskolásról van szó. Erre utal az is, hogy kik a tábornak a fő védnökei, illetve fő tanárai. Eckhardt Gábor, aki a budapesti Bartók Béla szakiskolának a tanára, és a Zeneakadémián is tanít. És Márkus Tibor, szintén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén tanít. Minden gyerek, aki ide jött, az egy olyan motivációval jött ide, hogy ezt kihasználja az utolsó pillanatig a tábort, és hát napról napra fantasztikusan fejlődnek. Itt főleg a klasszikus zenészekkel próbáljuk megismertetni az improvizatív műfajt, úgyhogy ez pedagógiailag is egy nagy feladat, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon fogékonyak ezek a gyerekek az improvizációra. Az esetek túlnyomó többségében viszonylag könnyű megnyitni őket, annak ellenére, hogy javarészük eddig teljesen a kottához volt kötve. A tábor különlegességét épp az adja, hogy a klasszikus és az improvizatív zenélés nem válik el élesen egymástól. Mindkét stílusból kamatoztatható tudást szereznek a résztvevők. Az eddigi tapasztalatokból az szűrődött le, hogy mennyire fontos ennek a kettőnek a fúziója, hogy milyen sokat kapnak a klasszikus tanulmányukat végző hallgatók is, azzal, hogy kicsit belelátnak a jazz, illetve az improvizáció rejtelmeibe. És szerintem fordítva is ugyanez van, mert nincs jó jazz zongorista klasszikus alapok nélkül. Fő része a programoknak az gyakorlás, de olyan szempontból, hogy vannak tanárok, és közt el kell mondjam, hogy mi is képviseltetjük magunkat dr. Erdős Lászlóni kolléganővel, akiknél órákat vesznek a gyerekek, ez naponta olyan 2-3 órás órát jelent, tehát amikor a tanárral együtt vannak, a többi időszakban pedig lehetőséget adunk az egyéb gyakorlásra. Minden este természetesen van megbeszélés, koncert, szabadidős program. Én úgy tudom, hogy lesz egy különleges színházi előadás is, illetve hát a zárókoncert feltétlenül olyasmi, amit érdemes lesz majd megnézni. A tábor a zenei ismeretek bővítése mellett emberileg is sokat ad a résztvevőknek, barátságok köttetnek, és a fiatalok mentorai gondoskodása révén értékes tapasztalatokat szerezhetnek a művészi pálya kapcsán. Én tanultam improvizációt előtte, és a tanárnőm is érzékelte, hogy még többet azt a tudást azt bővítettük a jazzben. Tehát én szerintem főleg a jazzben érzékelhető volt, de a klasszikus zenében is, mivel Eckhardt Gábort nem csak itt szoktunk vele találkozni, hanem néha egyéb időben is felkeressük, de hát persze, hogy érzékelhető, rengeteg tapasztalatot lehet szerezni. Mi is táboroztatunk itt alapfokon, és az a tapasztalat, hogy ezek a táborok szinte annyit érnek, mint egy egész éves munka, pedagógilag mindenképpen, mert itt nem csak azt látjuk, hogy a gyerek hogyan játszik a hangszeren, hanem megismerjük az egész személyiséget, mert szinte együtt vagyunk velük éjjel-nappal. Most ezt az éjjel egy kicsit idézőjelben mondom, de hát a táboroknál jellemző, hogy sokáig tart egy nap, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy megismerje a tanára a növendéket, megismerje a növendék a tanárt, és a tanárnak az életvitele, személyisége példaadó, akkor abból is nagyon-nagyon sokat tud tanulni, és ezek a tanárok mind olyanok. A táborba és a mesterkurzusra olyan 12 és 26 év közötti fiatalok jelentkezését várják június 30-áig, akik rendelkeznek már legalább 4 éves zongor előtanulmánnyal, de szükség lesz egy szaktanári ajánlásra is. Bőve felvilágosítást kérni, jelentkezni a pianobb.gmail.com címen lehet.